Jó napot kívánok a tévénézőknek ezen a mai reggelen. Jézus ezt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Így olvassuk Márk evangéliumának a második fejezetének a 17. versében. Jézus megszólít minket. Világos, egyértelmű útmutatást ad, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én azt gondolom, hogy Jézus egyértelműen beszél, azt mondja, hogy figyeljünk oda arra, hogy mi kövessük őt. És valóban sokszor vagyunk úgy, hogy még ha nincs is semmi bajunk, egyébként akkor is elmegyünk az orvoshoz. Egészségesek vagyunk, mégis elmegyünk. Végigüljük a sort a rendelőben, a betegekkel, és amikor oda kerülünk az orvos elé, akkor azt mondjuk, hogy nekünk tulajdonképpen nincsen semmi bajunk, csak azért jöttünk, hogy megnyugodjunk. Egyébként tényleg jól vagyunk. Ezzel azonban elvettük az időt azoktól az emberektől, akik tényleg betegek, akiknek tényleg gyógyulásra van szükségük. Akik azért jöttek az orvoshoz, mert tényleg szükségük van a fizikai és adott esetben a lelki megújulásra. Sokszor vagyunk tehát önzőek. Önzőek olyanok, akik csak magunkra tudunk gondolni, akik nem foglalkozunk a másik emberrel, aggódunk sokszor olyanért, ami meg sem történt, csak lehet, hogy meg fog történni. Jézus azonban határozott, egyértelmű, csendben mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Vajon megértjük-e ezt a jézusi mondatot? Megértjük-e ezt a jézusi kérést? Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ugyanis Jézus a betegeket gyógyítja. Ne feledkezzünk meg azokról, akik tényleg betegek. Pandémián vagyunk túl, ismerőseink között nyilván voltak olyanok, akik megbetegedtek, akik esetleg meg is haltak, és akik meggyógyultak. Olyanok, akik közel álltak hozzánk. Azt gondolom, még inkább elgondolkoztat Jézusnak a szava, Jézusnak a mondata, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És aztán persze vannak olyanok, akik betegek, de egészségesnek vallják magukat. Azokról se feledkezzünk meg. Aki nem fogadja el, hogy beteg, pedig beteg. Hány és hány olyan ember van például? Alkoholista. És azt mondja magáról, neki nincsen semmi baja. De hát az alkoholizmus is egy betegség, vagy drogfüggő, ő neki semmi baja nincsen. Vagy valakin látszódik, hogy nincs jól, és határozottan állítja magáról, hogy már pedig ő jól van, neki semmi baja nincsen. Mi is tudunk olyanokról, akik például nem helyesen élnek, az Isten útjáról letértek, és azt mondják magukról, hogy jó úton járnak. Kedves testvérem, a keresztény embernek is észre kell vennie, hogyha letér a helyes útról. Észre kell vennünk mindannyiunknak, hogyha nem azon az úton megyünk, amit az Isten kijelölt számunkra. És nekünk éppen ezért felelősségünk és feladatunk van. Követni Isten útját. Követni a krisztusi utat. Azt az utat, amelyet nap mint nap kijelöl számunkra az Isten, az ő igényén keresztül. Hát ezekhez az emberekhez jött Jézus, vagyis hozzánk, hozzád és hozzám, kedves testvérem. Hozzánk, akik bűnösök vagyunk, akik elrontottuk az életünket, akik letértünk az Isten útjáról. Én ezen a mai napon is tiszta szívemből kívánom, hogy értsük meg. Jézus azt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Legyen így a mi életünkben is. Amen.